fej. Ma mindenki az én vendégem. Kezdjék el a kivégzést! És az elítélt munkáról nem kezdjék! Olyan mértékben fáj, elviselhetetlenül fáj, mert elhagytál. Örmester úr, alázatosan jelentem a kivégzést, a felsorakozott! Oly későn ébredt szívem. Exekúcióhoz! Elmentél egy reggelen, örökre itt hagytál, és már nem lesz jó semmi sem, mert te elhagytál. Visszakozz! Ez lesz az utolsó cigarettája. Vessék!
mesélj el nekem, legyen szíves, persze csak a nemesik, túlzottan nehezére, hogyan lehetséges ez a francia idegen légióban, hogy a halálra ítél kérésére a kivégzése napján idehozzanak egy tüdőzt az oráni katonai fogság fogházba, hogy százdalokat énekeljen! Az ura furtíva a lagrimát, ha meg... A kérdésre válaszoljon! Arifékan utolsó kívánsága volt ez, Monszerzson! És a közlegény teljesítette a rablógyilkos utolsó kívánságát? Parancsot tettem, uram! Ki parancsolta ezt? Pontszínezönös! Brilliáns! És ha már ilyen jól informált, kedves közlegény úr, maga mocskos az ember, aki utolsó perceit tölti szabadlábon, azt is meg tudja mondani, hogy ez idáig miért nem jelent meg Henri Fécamp a saját kinézésén? Na! Lelépni! Igen is! Meg tudom mondani, uram! Meg tudja mondani! Igen, igen, mert parancsok szerint egész nap Fécampot kellett kísérni fontos teendői sorát, a gőzfürdőtől a Rizsőn kávéházon át egészen az ambasszador mulatóig, de onnan visszavedényeltek, hogy készüljek fel a kivégzésre, már ezért sajnos a pókerpartiban már nem vettek. Akkor most jelentett nekem ezeket a fontos tennivalókat, te disznó! Mit csinált a halálra ítélt a gőzfürdőben? Tűnve! Masszasan! Tovább! Aztán a Rizsőn kávéházban megkuzsonnázott, elolvasta a lapokat, estig rövid játszott. Aztán, mivel a kivégzés még volt néhány órányi ideje, átment az ambasszador néven közismert előkelő mulatóval. És milyen fontos tennivalója akadt a halálra ítéltek a mulatóval? Jelentsen 8 fogásos vacsorát evett, s hozzá Iméria vérsmaragd színű borai közül választott egy palackot, abból a történelmi évjáratból, amelyet talán az inkvizíció ide menekülő ellenlegei hurcoltak Afrikába. Mivel az elítéltek, különösen a kivégzésüket megelőző napon nem kapnak eltávozásra engedélyt, hogy pókert játszanak, vagy felkeressék valamelyik jó hírű mulatot, úgy érzem, az eset magyarázatra szorul. Beszélj! Meg különben felakaszthatlak! Nem beszéltek, uram, meg különben főbe lövettek! Ki lövett főbe, te disznó? Ugyanaz, akinek a parancsára idehoztam Mademoiselle Courvoisiert a fogházba. Hosszé ezredes úr! Azonál rosszával fogom, hogy kivégzésre jelentkezem! Halleluja! És milyen kitűnő kondíció van! Hátrém! Exekúciót! Minden! Pózi ezredes! Nyílt parancs! Danton Kápár és két közlegény, Mara és Pény, a 63-as elítéltet megvasalva a Bárel-Szudáni büntető századhoz kísérik. Az elítélt senkihez sem szólhat, Saint-Just Artis kötelessége megakadályozni, hogy bárkivel is jelet válthasson. Megérkezésük után nyomban jelentkeznek Sziron főhadnagynál, előállítják a foglyot és a parancshoz mellékelt kísérő iratokat átadják. A parancsot kiállította Robespierre ezredes, vádbiztos SK Terminor. Mindjárt, fiam, őszintén örülök ennek! Bárel Szudán, rosszabb a halálnál! Rövösszön! Igenis! Vezesse el a kivégzést! Esély! Hallotta? Értettem. Exekúcióhoz! Elítélt hozzám! Igenis! Mire vár őrmester? Vezesse el a kivégzést! Vezesse urána! Mi bámul maga víziló? Végezze ki a foglyot! Nem, értettem. Tűz! Most aztán egy kicsit inkább lepihenek. Vagy nem, inkább elmegyek egy gőzfürdőbe, vagy meglátogatok valami jó hírű mulatot. Nem tudom. Szparát vagy egy frontúj király irány a gőzfürdő lépési túj! Szakasz! De bőj a pókerbe is beszállok! Közlegény hozzám? Igenis. Szerencsés szatona magad. Miért nem lőttek főbe? Hogy töltötte a rendkívüli kimenőt? Rendkívül nehezen, mon kolonel, még soha se rúgtam be parancsra. Nézze, barátom! Maga megölt egy századost és a sofőrjét, és elrejtette a táskájukat. Hogyha agyon lövik, soha nem tudjuk meg, hova rejtette a táskát. A titkos szolgálat korlátlan eszközökkel rendelkezik. Ejtetik az ügyi, esetleg kedvezményeket is kapnak. Talán le is szerelhetik, amennyiben hajlandó elárulni, hogy hova rejtette. És sajnos teljességgel lehetetlen, munkolone. Ne izguljon! Mi nem ismerünk lehetetlent. Utoljára kérdem, beszél? Nem tehetem. Beszélni fog. Hát amennyiben továbbítatnak, teljesen képtelen leszek ilyesmire. Ha, ne aggódjon, ilyesmi nem fordulhat többé elő. Ne feledje el, hogy maga hivatalosan már nem létezik. Ahova holnap viszik, az a Coeur de l'Enfer.
A pokol sarka könnyörögni fog, hogy beszélhessen. Pálinka. Pálinkát. Pálinkát! Akarsz valamit, Krisztó? Mi, mon kapitány? Nem lenné jobb visszatérni a vörös borra? A vörös borhoz szimbora kell. Dám történetek, régi nóták, asszonyokra emlékeztetek. Kártya, muzsika. Szegény Skreben főhadnagy, igen szépen hegedült! De Skreben főhadnagy meghalt. Tegnap. Előtt. De annyiban igazad van, hogy vörösbort Skreben főhadnagy nélkül nem lehet inni, de nem is szabad. Én azt mondom, hazaárulás. A hazaárulás pedig a legundorítóbb bűn a világon. Nem lenne jobb visszatérni a vörösborra? A vörösbor alatt sokáig élhet itt az ember. Ki akar itt sokáig élni? Ülj le, Berlak! Pihenj! Mesélek én neked a vörösborról, meg a pálinkáról, ami nem mindegy. A vörösbor. Franciaország nagy hagyományainak egyike. Bizonyos hazafias szertartással kell fogyasztani, ha hiszák. De ha olasz őseimre gondolok, akkor is a legnagyobb tisztelet kötelez a vörösborral szemben. A vörösbortól fáj a szíved. Elhozza Rómát a sok haranga, a firenzei Ponte Vecchiót, a genovai temetőt. Hogy én milyen boldog volt a genovai temetőn. Akarsz cigarettázni? Nyújts rá, megengedem. Nagy nemzetek. Nem egyszer feltámadtak tartós elhalálozásukon, és ebben mindig jelentékeny szerepet játszott a vörösbor. A pálinka mámora más. Nagy stíl, belenyugvás. Felséges közönyt prédikál, megveted a halált, és jó az élet úgy is, ahogy éppen van, illetve ahogy nincs. A vörösbor fáj, de azt kiáltja, élni kell. És ez akkor is szép, ha nem igaz, ha eredje fenébe tiam. Mégiscsak szükséges, két tifusz eset volt. Intézkedem, hogy elkülönítsék a mosókonyhát. Miért vonulsz annyira vissza? Tartalékolom az energiámat, kapitány úr. Rövidesen visszarendelnek Toulonba az ezredemhez, és azt akarom, hogy regenerálódjon a szervezet, hogy ebből a présből kiszabadul. Friss energiák bekapcsolása szükséges, kérlek. Alaposan tönkrementem. Honnan veszed, hogy visszarendelnek? Honnan? Hát kérlek, hogy úgy mondjam, ez egy hipotetikus biztonság. A lelki egyensúly helyát olvasta persze. A hit kérlek, hogy... Jó, hogy honnan veszem a szabadulást? Hát kérlek, volt egy pillanat, amikor a lelki alvilág, mert ilyen is van, nem altudat, kérlek, erre vigyázzunk, mert a tudományos kutatás mindig sablonképzésre törekszik. Sosem az ember egyéniségének a szintéziséből merik, mint ahogy a cipőgyárak sem dolgoznak egyszerre, túl kicsi vagy túl nagy lábra, hanem...
rendszeresen előforduló, legáltalánosabb lábméret a fontos. Na már most. Ja igen, megvan, megvan. Az ember egyénisége manapság mostoha gyermeke a tudományos megállapításnak. Önmagára utalja a sablonképzés. A tömegesre méretezett teóriák prokrosztészágya. Nem beszélnél világosabban. Jól van, világosan. Tessék. Kapitány úr, jelentem, sikerült a koporsó tetejét felfeszíteni, a halott előállott, bárhogy is rám csukták a koporsót, mert rám csukták. Az apám vére. Kártya, váltó, mert volt egy pár váltó is, és? Úgy szóval berobbant az életembe, mert az egy berobbanás volt, ahogy az a művét kérve. Verdennél volt a berobbanás. Na jó, ne hitt, hogy lázas vagyok, vagy higgyed, úgy szóval teljesen mindegy. Megszabadulok. Miért nézed a falat? Parancsolsz. A falat. Hát ez a nézés, kérlek szépen, úgy szólán az energiacirkuláció megmondása. Ez olyan, mint a napi svédtorna. Az erős lelki izomzat nem hagyja a direkciót kigújni mögötted. Mert ez a probléma itt, hogy mögötted maradt a direkció. Holott előtted kellene lenni. És aki elveszti a direkciót itt Szudánban, az szomjan pusztul, mint a beduim, ha eltéved a sivatagban. Hallod ezt? Parancsolsz? Várja, ez neked is fontos. Kellő akaratkoncentráció nélkül a lélek hulla lesz. Mert az akarás az egy foglalat, és amíg az intakt marad, addig az emlékezés marakófogója. Keményen szorítja, elveszed direkciót mögötted. Mi legyen a barakkal? Barakkal? Ja, ja, kérlek, én intézkedem. Hát ez így meg tudod, én most itt fekszem, aztán holnap intézkedem. Ez a megújuló energiák titka. Az olajozás, a direkció. Ez kérlek egy gépuska védő a direkció rádiusza fölött. Vár, kérlek! Okay. Tisztó. 63-as számú előbb jött munkapiter. Mióta vagy itt? 5 hónapja. Az irodában mióta vagy? Mióta betetszett ide dobni? Skreben irodájában mióta vagy, te disznó? Takarítottam. Ne hazudj, mert összetörlek. Nappal a kőtöröknél dolgozom, de a takarítást is kibírom. Kőtöröknél? És miért vagy ilyen egészséges? Jó szervezetem van. És hogy merészelsz te éjszaka Skreben irodájában hegedülni? Takarítottam. Nem kaptam pihenőt, pedig ma július 14-e van. És miért nem adott kimenőt az őrmester? Mert az ünnep alkalmával teljes vízadagot kértem. Csak ezért, mert teljes vízadagot kértél? És visszafázol, mert visszapofázol! És mit pofáztál vissza? Az őrmester megtagadta a teljes vízadagot azzal az indoklással, hogy egy magamfajta alapnak semmi köze július 14-éhez. Nagyon helyes, és? Én azt feleltem, hogy maga sem a basztélyos románnál sikkasztott szerzsa. Kisebb törléseket eszközöl a Zsolt. Ezen a forradalmára tanaszkokkal lövik a maszkit. És hogy merészeltél te itt hegedülni, mi? Kapitány úr előadása lelkesített. Te azt megértetted? Szakmámba vág. Történelemmel foglalkoztál. Csak vörösborral, de igen intenzíven. Lelépni, lefeküdni. Mázsiron! A 63-ast teljes vízadaggal ellátni! Elvégre ma a július 14-e van, tudja? A basztíjos tromatot. Kapitán, új módszert kezdtem a Zsoltzámhitelben. Mint az legutóbbi előterjesztésemben már jeleztem. Új módszer a legkisebb pivafelületet adja. És... Tele van csótányra itt minden. És áttekintetőség dolgában is roppant egyszerű. Nem értek a könyveléshez. Kapitány úr, nem is kell! Feleslegessé teszi a könyvelést, mert hibás vagy hűtlen kezelés... Akárhogy is ez itt Szudán fészkes közepe! A 63-as elítéltet küldjék fel azonnali kihallgatásra! Kapitány úr,
Azt hittem, hogy számíthatok magára, bár el szudán, rezoránció, Mi az Isten haragját akarsz itt reorganizálni? Azaz, kapitány! 63-as kiadatásra jelentkezem. Lelépni. Mit hegedünk érte itt, mi? A szerelmi bájétalból egy velencei gondolás dalát. Velence. Gondola. Ezért most ki kellene köttetni, és addig korbácsolni, míg lerongyolódik a bőröd a csontodig, és tudod, hogy miért, mi? Tudom, kapitány úr. Tudom, mert sajnos én is voltam velencében. Szóval te is voltál, és mit csináltál? Őszinte leszek, kapitány úr, a Lidón történt. Egy fiatal lányjal sétáltam éppen az Excelsior előtt és a tenger. Tessék kikötteni, kapitány úr, de nem hallgathatom el tovább. Kék volt. Kapitány úr, ölessen meg, de a tenger olyan kék volt, mint tejszőke baktisok szeme, ha arcuk bőrét barnára égette a nap. Gaz ember. Perlák! Bizony! Mond, kapitán! Hozz vörösport. Hozz vörösport, te disznó! És ne bokász! Ilyen senkinek! Itt behiszeldi magát, és a végén még jobb dolga lesz, mint nekünk. Kicsoda ez az alak? 63-as. Másik nem adnak az emberek. A tisztikódex előírja, hogy rangjához nem méltó társaságban mulatozó tiszt vétsége súlyos elbírálás alá esik. De ez egy hazárló. Ezzel kocintani nem vétség, hanem bűn. Erre nincs mentség. Ez igazán méltatlanná tesz egy tisztelt a Károlytra. Kipróbálom rá egy új kísérletet. Jó, amikor ilyen pillanatban... 63-as! És mi volt még ott Velencében? Tavasz! Jelentése nem ért készületlenül. Mégis fáj a nyers igazságot ilyen arcátlan könnyedséggel kimondva hallani. És mi volt még? Kapitány úr! Florian terasza körül ott tipegett néhány galamba szentmártéri sétálók lábai alatt, és az orologyó előtt meg ott állt néhány intézeti fehérruhás lányka áhítattal egy apácát hallgatva. Ne titkolj semmit, mondjál mindent, most már úgyis hiába. Na boly! Ó, Santa Lucia, Margherita mia, ó, Santa Lucia! Mennyi időre ítéltek téged, te 63-as? Életfogytig van egy kétszer munkára, honkapitán. És miért? Kétszer egy gyilkosság, rablás, hazaárulás, meg... kémkedés vágyával. Hogy hívlak téged? Arri Féka! Perlák! Bizony! Mond, kapitán! A 63-ast kiköttetni, de úgy, hogy belezöldüljön, hogy a csontja törjön! Jaj, basza! Lemertél velem ülni, bort inni? Egy becsületes katonatisztel kocintottál! Egy hazaáruló! A marokkói fővonalat kérem. Szajcsa! Ari! Szajcsa! Ari! Találkozunk este Bohornál a kávé szépen. Rendben, ott leszek! Várj! Várj! Este Bohornál leszünk a kávézóban, ott leszel? Akkor ott találkozunk. A marokkói fővonalat kérem. A vezérkar D-osztályát. Igen. A Trabofors parancsnoka kéri. Robespierre ezredes urat kér. Szervusz kérlek. Jelentést teszek egy ügyről, amire nem volt utasításom. Bizonyára emlékszel a szörnyű esetre, az ulogi oázisban történt, amikor egy Henri Fékap nevű közlegény megölt két embert.
egészen pontosan Billyész házat és a sofőrjét, és elrabolt egy táskát. Igen, akkor bizonyára emlékszel, mi lett Henri Fécamp további sorsa. Ez biztos. Kivégezték. Értem. Szervusz, kérlek. November 20-án. Lehetséges, hogy a 63-as egyáltalán nincs. Részint kivégezték, részint régebben meghalt vérhasban. De hát akkor ki az, akit éppen fellocsolnak az udvaron? Lizsé! Megölöm ezt a disznót! Parancsoltok kávét, Rubé ura! Igen, a szokásos. Sok rumot? Igen, kávé nélkül duplán pohárban. Jakab! Téged nem köttetett ki a kapitán? Miért? Mert leégett az ulogi kórház. Azért. Hát arról én nem tehetek. Én katona vagyok, nem tűzoltó. Hiába bizonygattam az ezred orvosnak, hogy az a benszülött nem beriberiben szemben, csak meggyújt a lába, mert szökkelében nem akarta elhinni. Szajdzsát nem láttam. Aztán végzetes hibát követettem, megfogta a karomat, mire én finoman elhessegettem, nekihessegettem az üvegajtónak, de a petróleum lámpát csak akkor vágtam hozzá, amikor fegyvert rá. Valami ősi dolog? Nem, uram! Ulogi modern helyiségben arról ismeretes, hogy itt helyezték örök nyugalomra a Hagin nevű Szent Marabú földi maradványait! És nem bírják a koposót a föld alatt tartani! 240 éve pihen Hagin a Szent Orvos! Minden évben egyszer lamazán ünnepli, kibontják csákánnyal a követ, mely koporsóját fedi, körbehordozzák Ulogiban, aztán egy teljes évre befalazzák ismét. Messze földről érkeznek ilyenkor a hívők, akik csodálatos varázslatot tulajdonítanak ennek a koporsónak. Állítólag, aki a csodálatos cítrusáját kezével illette, azt nem érheti baj. Csak ugyanígy van. Teljes mértékben. 100 meg 100 hívő érintette a koporsót reggeltől hajnalig, anélkül, hogy a legcsekélyebb baj érte volna őket. De maguk között szólva, mit árthat az embernek egy ilyen érintés? 200 éves koporsót megérinteni? Képzel, hogy milyen lehet ott a kipárolgás. Kell! Jakab, hagyjad már békén! Őrgöm, legalább Ramazán ünnepén ne illessék ezzel a pogány névvel! Akkor adj neki egy másik nevet, Bohur! Népőnek tilos megnevezni az őrülteket, uram. Ő kecskének képzeli magát, ezért megrág mindent, ami zöld. És akkor mit csinálják, hogyha nem akarom, hogy mindent megrágjon rajtam, ami zöld? Nyugtasd meg, uram! Egyszerű kecske ő! Megismétlem a jelentést! Igen, a múlt éjjel elém került a 63-as jelzésű fogoly. Jól tartottam, itallal is kínáltam, mert azt reméltem, hogy megtudok tőle valamit, de nem. Semmit nem tudtam meg. Kiköttettem a disznót! Micsoda? Igenis. Értettek. Mázsiron! A 63-as vigyék a gyengélkedőbe, aki hozzányúl, azt kiköttettem! Lizsé! Hol a csodában? Lizsé. Vímon kapitán Lizsé. Hol kujtorgott idáig? Maga kezeli az irattárat? Vímon kapitán. Mi ez a marhaság a halott 63-assal, aki él? Nem érti a kérdést? Hogy kerül a szemem elé egy katona, aki már régen meghalt? Az apai nagybátyám is egyszer olyan részeg volt, hogy saját magával találkozott az előszobában. Ez a nagybátyám azóta minden nap reggeli a kávézóban ülőjének fél hazamenni. Nem hiszem, csak szinte roppant iszákos. Misé, a 63-as dossziéjában az áll, hogy meghalt. A 63-as pedig itt állt előttem, ahol most maga. Az asztal és a lába között? Errefelé ritkán látni azt a sanyarú városi lovat, ami régi társszekerek előtt veszteg el a járda mellett. Súlyos fejét az aszfaltig lógatja, világtalan, ónszínű bús szemeivel. Egy ilyen lóra emlékeztet engem, ahogy most itt áll. Lizsé, hogy kerül a valóságos állomány irattárába egy halott katona mappája?
Én azt tudom, hogy ezt tudom, mondom, kapitány. Igen. Bizonyos mappákat a páncélszekrény írásai között kell őriznünk. Ezeket megfelelő halottaknak az irataival szoktuk helyettesíteni, ha megengedjük. A halottak a mappája azt jelzi, hogy a helyére ülő írásokat szigorúan titkos okiratként kezelik. Hagyja a bácsúlást, Csé. Gyilkosság, kiukedés, rablás és hazárulás büntete miatt illetődik. Valami kényszer munkára ítélt a hármas közlegény ügyének iratai. Az ezred páncél szekrényében őrizem. Még egyet csuklik, lecsukatom, hogy belezöldül. Így áll vizet, zabálj, kenyeret, vagy fordulj az ezredorvoshoz, csak csinálj valamit! Mióta szolgál itt? 12 éve, Bollér voltam. Micsoda? Bollér, az ilyen kisebb ér. Hány éves maga? Én csak 50-en. Különös csodája a természet. Egy pallér, akiben megállt az élet. Mondja Vizsé, szokták itt az előtt a parancsnokok az újonnan érkező rabok aktáit tanulmányozni? Előfordult már. Az aktákat. Prévé kapitány mindig előszeretettel átadom ezt. És miért? Grafológus volt. Az ilyen régi iratokat tanulmányozó kezdte el, és semmi értelme. Volt egy unokahogom, az meg mindig kirántó járta. Szintén elég érthetem. Jó, most menjen kisé a fenébe. Igen. Szigorúan bizalmas, utolsó polgári foglalkozása, szobrászművész, kisi erőteljes szívműködés, dzsebelszarvai lázadás leverésével, hősies magatartásért bekapja a becsületrendet, beduin túlerővel szemben hősiesen ellenáll. Ha megengedik, kapitány, nem merném fogadni, hogy ennek a 63-osok az aktáival valami nincsen rendben. Nyert. Írás. Érdekes, mert írnok vagyok. Az egyik nagybátyám... Lizsé, tűnjön el, és hozzon pálinkát. Igenis. Életkérdés az okmányok visszaszerzése. Hulogi minden talpalatnyi földjét feltúrták még. Hagyír koporsóját is felnyitották, ami kis hiány lázadáshoz vezetett. Délután a csodatevő Hagyír koporsóját befalaszták, és a zarándokok egyenként és bőrig motozva mehetnek a útjukra. De az irattáska nem került elő, a gyilkosság idejére minden légionista alibiét igazolni kellett, 2 pont, semmi. Pedig a táskának ott kell lennie valahol. 500 000 frank jutalmat ígértek a nyomravezetőnek, és a tettes cinkosa jelenti fel, ráadásul még bűnbocsánatban is részesül. Így bukott le, valaki feldobta, hihetetlen. Egyszer az anyai nagybátyám második felesége és hirtelen bűnbocsánatban részesült, amikor a csapszék helyett a templomba kerültek be. De... Tűnjön el, Vizsé. Igen. Főadnagy úr, a főadnagy úrnak alázatosan jelentem, hogy megérkezett a főadnagy úr. Megérkeztem? A buszolá 3 órakor délután érkezett ide, parancsa szerint átveszi elődjének Scrabben főadnagynak a helyét a szolgálatban, mint helyettes parancsnok. Minek hívták ide? Scrabben halála után engem illet a helyettes parancsnok itt is. Három kor és csak most szól? Hát miért nem küldte fel? Amióta megérkezett egy fiába telefon. Miért hívták ide?
Én ismerem legjobban a helyi viszonyokat. Az lehet, de odafent így találták helyesnek. Örvendek. Scrabble főhadnagy óta nem volt itt ilyen kellemes társaság. Busák. Szép főhadnagy. Hallottam, hogy van itt egy érdekes fogoly, aki hegyen ül. Mit tartasz az esetről? Katonai becsület szempontjából, ha valaki jó hiszemű tájékozatlanságában összeérinti a poharát egy hazaáruló gyilkossal, az baj. Ha a 63-asra teszi az illető, akkor fontos kötelességet teljesít. Felhatalmazásom van arra, hogy ezt közöljen veled, kapitány. De a szolgálat embere vagy? Engem azért küldtek ide, hogy az elrejtett irattáska ügyével foglalkozzam. Illetékes helyről azt üzenik az erős tisztjeinek, hogy aki szóra bírja a hovahármast, az visszakerül a félbeszakított katonai pályázati beosztásába. Te jól kezdted, kapitány, folytasd, ahol elhagytad. De én nem tudok egy hazaáruló gyilkossal kvaterkázni. Szóval parancs. Kapitány úr, a felett. Ez a rongyos gép. Rengeteg a rákcsáló itt. Én nem tudom, olyan furcsa itt az élet. Senkiről nem tudhatja az ember, hogy mi lakozik benne. A mindig jókedvű Scrabben egy reggel letette a hegedűt és picserészve fejbe lőtte magát. A kettes marokkora. Igen, igen, igen. Nem említette a 63-as, hogy pénze van? Abban a bizonyos táskában 2 millió frank értékű ékszernek is kellett lennie. A Villiers család tulajdona. A Villiers, igen. Igen, van családja? Villiersnek? Nem, egyetlen öccse él. Matthias Villiers színész. A híres színész, kapit! Legközelebb hoz fel sós kekszet. Értettem. Ez minek jár ide aláíratni? Sok a tifusz eset. Meg tudnád mondani, hogy miért pont éjfél és hajnali 4 között szeret meghalni a tifuszos beteg? Parancsot? Nem. Nem tudom. Minden esetre jó volna, ha ezt a 63-ast nem vinni el a tifusz, mielőtt kiszedtük belőle a vallomását. Kiköptem azt a tisztót, de jobb lett volna, ha elevene megnyugzatom, mielőtt ásatásokat végez a lelkemben a zene szent szálában. Mi? Mi ez, kapitány, az Istenért? Mi ez? A csomagát. Ott élnek fenn a pokoltető. Kitaszított hazaáruló külön tanyáját. Az itteni rendes kényszerünk a valóságos rangfokozat a csomagáthoz képest. És mi az a fény? Valami tűz. Aki oda felkerült, még sohasem tér vissza. Nem tudni, mi a titkuk, de élnek. Azt mondják, kannibalizmus is van. De hát ez nem legenda. Ezzel a csontvilággal. Ez van. Azt mondják. Mit tudsz te, kapitány úr, a csontbrigádról? Bizonyos mennyiségű követ kell kifejteniük naponta, ennek fejében ellátást kapnak. A hadseregnek átjáró kell, tehát lesz is 10 méter szélességben. De nem pusztulnak el. Ellenőrzés, orvos, felszerelés. A felszerelést időként gondoljuk. Kilépek! Beállok egy konkurens büntetőtáborba! Azt mondom, hogy a kidobfizetésem jó, jó! Visszajönök elsőjén! Ez ki? Ugye szemüsra, ő közvetít a csontbrigád között. Itt semmi, de semmi nem jó. Na, ezt kellene írni, mint jelmondatot a kapura. Na, melyik kapura? Hová megy, kapitány? Rendet veszek a gyengélkedőben. Kérném a 63-os összes iratát. Megszolgált ki volna. Városi van tanulmac. Hmm.
vagyok! Te itt vagy? Hallgass rám, Anton! Menj el innen! Ne szaglász! Ne kutass! Tessék, ez azt jelenti, hogy te maga tud valamit az erődbe lejátszódó furcsa... Vagy! Te magázol! Én a tisztásod vagyok, na, és... elég volt ebből a beszédmódból! Tud valamit, vagy sem? Nem tudok semmit! Csak azt, hogy elég volt, Anton! Vigyázz! Könnyen megtudhatod, hogy miért jajgat a csontbrigád! Gyere, te mocsok! Jó volt a kapitány úrnak porozgatni! Csassz, amit majd én most meg... Mázsira! Mi van, kapitány? Keves. Magától? Tőlem. Mázsiról, a 63-assal bánjon keményen, de hagyja életben, megértette? Mi van, kapitány? Felső utasítás. Mi van, kapitány? Hazudítok! Oh! Lelépni. Hallottak, te mocsok! Elég volt! Nem csak az a vér van, ami a harctéren folyik.
van atavisztikus apai vérörökség is. Ez egy express vonat. És akkor, berobbant az életembe elejét. Mert azért berobbanásról kérlek, hogy az a nő. Na figyelj, most elárulok egy nagy titkot. Jerome százados, a bátyám. Ő majd visszarendel. Ez exakt és biztos stratégia. Lizsé, hol bukkált idáig? A hadnagyő stratégiára ottak engem. Ez mégiscsak hallatlan! Itt merénylet történt! A harmadik. És a vizsgálat semmit sem képes kideríteni. Azt hiszem szólni kellene az önmesternek, hogy bánjon emberségesebben a foglyokkal. Tisztelt rendet, orvos úr! Az én cselekedeteim semmi esetre sem teszik indokoltá az orgyilkosság bűnét! Mikor történt az első eset? Tavaly, április 5. Azt hiszem itt nem ártana, te is elmondanád a véleményedet az ügyről. A véleményem? Véleményem az, hogy profilaktikusan kellene. Úgy, mint a fertőtlenítést, az okát izolálni, mert amikor ide kerültem ebbe a verembe, mert ez egy verem, kérlek! Most pihenj le egy kicsit. De hát ugye nem akartok meghallgatni. Hát pedig a pszichikai erő az a pont, ahol a lelki alvilág morbid ördögei megtörne. Mintha megzavarodott volna. Hát igen, ez az éghajlat abszidálja az idegrendszer, de nem ki jobban van a hina. Hol van Bushoá? Megkeresem! Kerítsék elő. Azonnal meg lesz. Nézd csak ezen dolgos úr, ez a Bushoának a noteszén, ez a véres vörös folt, ez nem vérez? Nem. Ez vörös folt. De erről egy szót se senkinek. Emel a lenne, kapitány úr! Nem a hazamaszoladom! A képességében dítérjük... Mit akar, Berlák? Engedem én nekem! Nem adja állandóan azt, hogy engedelmével! Ne cifrázza, mondja ki egyszerre! Kapitány úr, nem a képességében ítéli, illetve ahogy a kapitány úr megítél, az nem fedi a valós képességeimet. Jó. Azt csinálja, amit kértem magától. A hatva árvasra bánjon a keményedet, tartsák életben, mert ha meghal, az maguk sem élik túl. Egyébként a hatva árvas küldje fel azonnali kihallgatásra. Hát ez az. Nem tehetünk róla. Késő jött a parancs. Mit beszél? Mi történt? Az őrmester agyonverte a 63-ast. Ostob a bármok. Hol van? Ott van kint. Hozzák be! Ostob a bármok. Bétyó! Hozz vizet! Nincs innált. Megütöttem a zsiront. Azért mégiscsak lassság egy ebet ennyire megverni. Mi lesz vele? Az egyik kétségtelenül hamis. Hát a szemkatalógus nem ismeri ilyen új kaledóniai fogazat nélkül. Vele mi lesz? Meghal! Reménytelen az állapota. Életben marad a szerencsétlen. Mi van? Hát minden rendben. Konyaig lezárva, vérhasselmány tombol. Ó, szivattyúház, mondta kapitán! Valahol csőrepedés lehet, mert valami szennyezi az ivóvizet. Hozz vörös bort. Hol van Bushoá? Eltűnt. Keressék meg! Most elépjött kihallgatásra jelentkezem. Tudod, mi vagy, te disznó? Tudom, munkapite. És hogy lettél spion, te magam disznó? Sem tudom. De ha szétesítom a fejedet, akkor tudni fogod, igaz? Igenis. Azt a dalt a bohémekből, amikor a Mimi meghal. Játsszam. Ne játssz el! Így áll. Egészségére. Ne mondd azt, hogy egészségére, csak így áll! Nekem azt mondták, hogy legyek veled kedves és udvarias, pedig te egy hazaáruló gyilkos vagy.
kapitány úr, de én nem mondom meg. Szerettél te már igazán? Azt hiszem. Szép. Nem kérdeztem. Ha elárulod a táska rejtekét, én visszakapom Párizst, visszakapom Rómát, visszakapom a mennyasszonyomat. Cserébe könnyítek a sorsodon. Én itt nagyon jól érzem magam, kapitány. Jól érzed magad. Igen, meg megöl ez az éghajlat. Oda a májam. Nincs mit mondanom. Beszélhetünk másképp is. Kipróbáltatom rajta Torquemadét teljes nyomozati rendszerét. Tudod, hogy mi vár rád? Tudom. Azt akarom, hogy csend legyen még ebben a kriptában! Békében pihenni a halottakat! Takarodj! Honkapitán! A ház mögötti vízgyűjtőben megtaláltam Bursa főhadnagy úr holttestét. Valaki agyonlőtte. Ugyanakkor, amikor Maginon ellen is merényletet kíséreltek meg. Egészen kis kaliberű golyó. Az első vizsgálatnál nem láttam! Persze, mert csak egy golyót kerestünk. Pokolian idegvérű gyilkos. Ki más gyilkolna ilyen melegben? Azt ajánlom, igazoltassunk mindenkivel alibit a kérdéses időpontra. Kivel akarsz te itt alibit igazoltatni? Tisztelt ezredorvos úr, ha nem tud jobb intézkedést, akkor nincs ok elvet, amit mondta. Szerintem a rossz... Csendel, Maginon, folytasd! Kapitán úr. Éppen az ilyen igazságtalanságoknál lenne jó, hogyha bár ezt a rezolgációját... Másról megfeledkezik magáról. Berlák? Kihallgattam a tanukat visszamenőleg a merénylet idején. Megállapított valamit? A vallomásokat egybevetve az a feltevés... Megállapított valamit, vagy nem? Nem! Hát akkor ezt mondja. Igen! Nem! Berlák. Hívja fel Marokkót, a szolgálattal akarok beszélni. Maginon! Akkor készítsen maga a jegyzőkönyvet, és kerítsük elő Lizsét! Ne is próbáljanak meg visszatartani, kirép meg bálunk egy konkurens büntetőt akarok, hogy vegyék ki meg! Hogy majd én! Kérem! Csukja be az esernyőjét! Dolgunk van! Miért nem emelkezték a dolgokkal, az más viszonyok elsején? Azt ajánlom, intézkedjünk a boncolás elhalasztásáról, amíg a katonai nyomozó megérkezik. Katonai nyomozó? Igen, az ügyet ki kell vizsgálni. Ilyen hőségben kész képtelenség az ilyesmi? Ezredorvos úr, előszeretettel gácsolja az intézkedésünket! Igen, a mamadok és az örökös szükséget! Lelépni! Kerítsék elő Lizsét! Ezekkel a töltényhüvelyekkel és az egyéb bizonyítékokkal és fénykép felvételekkel együtt induljon és juttassa el ezeket Marokkóba. Igen is. Lizsé! Magas tímekű röpülő postát ragasszon a műnyeleg borítékára, mert ezeket kivonják a forgalomból. Lizsé! Ne az ászlóhoz, ugye, hanem az ezred parancsokság négy perához tudja, hogy a Maginon elleni megérhetőn is szok. Igen. És délután jöhet harcolni. Rosszul van. Elvanyagolják itt a csótányok és rákcsálók hirtását. Nem csoda, ha megbetegszik az ember. Előbb-utóbb úgyis áthelyeznek innen. És ha vissza is helyeznek, már késő. Már vége. Te odaállnál egy nő elé, így ahogy itt ülsz. Már két éve nem láttál. Miért? Egészen jóképű katona vagyok, nem? Marokkó jelentkezett, kapitányom! Ne pokázzon, Berlák! Ide figyeljen maga, disznó! Ha még egy csótányt vagy apró rákcsálót meglátok itt mászkálni, megvasaltatom! Mit bánunk maga, rinocérosz?
Hát kérem, itt nincs se csótány, se apró rágcsálló. Ide figyeljen, ha egyszer a kapitányunk valahol csótány, apró rágcsálló, de nem tudom, mit lát, akkor a csótány rágcsálló, és nem tudom, mi van, mert ha nem így lesz, akkor kiverem a fogait, megértette? Rompé! Ne bokázzon! Ami parancsba adja a felső utasítást, a 63-as jelzési fogoly egy fontos táskát rejteget. Aki erre nézve valomás csikar ki belőle, az visszahelyezik régi ezredéhez, és előlép egy rangfokozattal, megértette? Ne bokázzon! Nem blabzi ez, és nem is díszszemle. Továbbá kemény katonai eszközök használata megengedett, világos? Ne bokázzon! De kínzás, naprakötözés és verés itt nem alkalmazhatom, meg ne próbálja! Na, gyere te most! Fogd meg! Igen, így el a napra. Ide figyeljen, tiszteletes úr azt üzeni, hogy 10 perc van visszajön. Addig nem vallja bele a jegyzőkönyvbe, hogy hol van az a... Táska. Akkor verni fogja magát. Táska! Eltűnt egy tarizni az őrségről. A pénzes táska lehet, ám már az is lehet, hogy élelmiszeres, mert a napokban loptak egyet a kantinból. Igazság. Bár az élelmiszer kétséges, ha a kantinos táskájáról van szó. Mert akkor főleg sonka meg szivar van benne. Hát azért a sonka az élelmiszer. De mondjuk a szivar az nem. Táskára nézve nem vallok. Megette a sonkát? Mert akkor sem okos, ha tagad. Tagadni az körülmény, mert terhelő. De ha visszaadnál szivarokat, azért az is valami. Táskáról nem vallok ezt. Tessék jegyzőkönyvbe venni. Hát az ráér még később, előbb a tiszthelyettes úr majd agyba és főbe veri magát. Cigarettát az szívhat. De az szívhat. Szívhat. Jaj, hát összetört. Hát miért nem hordja dobozban? Nézd, ez itt egy cigarettás dobot, ezüstfémből, a néném az hordta. Ja, szívott az asszonyság? Nem, jegykezelő volt, sárfürdőbe is tanyugosztalja. Hagyjon inni. Az még nem zárja ki a dohányzás szenvedélyét. De minek volt doboza, ha nem szívott? Volt neki tengeri gyöngykagylója, és azért mégsem nem húvár lett volna valahol. Na, aztán ha jól megverték, jöjjön át, mondom, az irodába adok egy dobozt magának, mindenben lesz az a Smith & Wesson, szinte a nagynénnek a hagyatéka. Tudja, melyik a sárfürdőben jegyes volt. Ja, húvá! Megyen. Ne bokázzanak, kérem! Nem lazdi ez! Sem díszemre! Na! Izé! Itt a posta! Na, hát felhúz! Máshol csodálkozzon! Igenis! Lelégi! Ez az én foglyom! Na, jöjjön mazirom! Meg az én ezt táskát. Megbeszél! Táskát. Jó? Jó. Hogy, na, mondom aztán, ha már jó megvertik, akkor jöjjön át az irodába. Van nekem ott egy csomó dobozom, majd adok én magának, jó? Köszönöm. Lézsé! Igen. Már van itt, van? Igen. Lelépni! Igen. Hol a táska? Nem tudom. Legy fel! Hol a táska? Nem tudom. Maga intelligens embernek látszik. Tudja, hogy ki volt? Machiavelli! És tudja, mi az a hatalom? A hatalom, amit nem megszerezni, hanem megtartani nehéz. Hatalmamban van tehát bármi áron legyőznöm magát, mert ez létkérdés számomra. Hol a táska? Bármit tesznek velem, sem. Ne tartson itt nekem szabad előadást. Igennel vagy nemmel válaszoljon. Nem. Nem. Ulogi oázisban eltűnt egy táska. Téged gyanúsítanak. Mit tudsz erről? Semmit. Semmit? Lépj előre! Megfordulni! Volt szeretőd Ulogiban? Nem. A
jött az átirat, de visszaküldték a bűnjeleket is. Milyen cím lett? Egész jó. Van közte 5 frankos repülős is. Mindegyik a vezérkari 6-os postahivatalon keresztül érkezett. Aha, és hogy van a karcolástól, kedves Lizsé? Jó, nekem ez a fény valahogy visszaadja az önérzetemet. Na néha elgondolkodom rajta, hogy minap a karca szudában. És mi van fönn az irodában? A tiszteletes úr veri a 63-ast, aztán majd megcsinálom a mosodakimutatást. Valaki lopja a kaplamutatokat. Na, siessen, mert a kapitány úr keresni fogja. Hát nem lehet neki. Mert nyomozó ezredes érkezett a merényletek ügyében, nyomoz mindenkit azonnal hivatott. Hát ez miért nem mondta előbb? Hülye maga! Hát azt a doktor úrnak kell tudnia, azért én nincsen kizárva. Ott egy tanulátám, aki krónikusan idők volt. Egyszer, a 80-as években Mandeli felé átutazóban megevett egy teljes tákóplétát. Mit néz, kapitány? Van egy... mindegy. Mi az, Lizsé? Ezredes érkezett. Miért? Hát az nálunk is elég gyakran előfordul a felső körökben már. Lizsé. Hát akkor kezdjük. A bűnnel. Katonai revolver. Belga 6-os vagy Smith & Wesson Lilliput. Régi módi önműködő. Legalább 4 méter magasból esett le Bushoa, amikor eltalálták. Milyen ablakok ezek ott fenn? Azok Mázsiron szobája, ott én vagyok. Ott még nem jártam. És ott? Az Guillaume, de ő itt van. Hát a két ablak közül az egyiknél érhette a lövés, ez kétségtelen. Meg kell találni a fegyvert. Nem lesz nehéz. Errefelé ritka dolog lehet egy ilyen régi módi csecsebecse volni, nem igaz? Jó. Szabad. Van tudomása arról, hogy Bushoát azon a reggelen ölték meg, amikor Mazsironra is rálőttek? Igen. És ezt nekem miért nem mondtad? Csendet kérek! Rám kell bíznod a kérdezősködést. Ébresztő után bejött hozzám Bushoa, azt hitte, hogy neheztelek rá, amiért mellőztet miattam. Nos, és nem neheztelt? Hát, bántott ez a mellőzés. Nos, ez érthető, folytassa. Aztán bejött a szobába Mazsiron, aztán mind a ketten kimentek, aztán nem tudok semmit. És maga? Maga miről beszélt Bushoával? Tessék habozás nélkül felelni, őrmester! Önnek itt nem lehet megfontolni valója! Megemlítettem, hogy van néhány memorandum Siron kapitánynál, és ő mellőzi ezeket. Mit zagyvász itt össze? Bocsánat, kapitány, ez volt az érzésem. Köszönöm, leléphet. Igenis, de ezetes úr. Leléphet! Csak ugyan van valami bajod ezzel az altisztel. Ó, ne, semmi, hát ő egyik kedvenc. Nem hiszem, hogy bármi köze lenne az ügyhöz. Na, azt én sem. Tehát, Bushoa egyedül tért vissza a szobámba kutatni, mert valamit keresett a tiszti lakásokban. A riadó zavarhatta meg, ezért nem volt ideje kisúrani a folyosóra, amikor Mazsiron visszafele jött. Az ablakon próbált meg kiugrani tehát, és ekkor lelőtték. Ezzel talán megoldódott minden izgalmas fejtély. Segítség! A 63-as rálőtt a tiszt helyettesre, ezzel a pisztollyal! Igen, mert megrúgott! Megölte? Nem! Csak a karját sebesítette meg a golyó. Itt
mosóát. Továbbá az is bizonyos, hogy a Mazsviron elleni merényleteknél is ezt használták. Feleje! Maga követte el a gyilkosságot és a merényleteket ezzel a fegyverrel? Feleljen, beismeri? Én tettem, de a további vallomást megtagadom. Te jól tudsz hallgatni, ha akarsz. Ezt már tudtuk. Most végre olyan helyre kerülsz, ahol kedvedre hallgathatsz. Senki nem fog kérdezni. A 63-as ma délután a 4-es számú magaslat munkálataihoz vezéled. Ezredes úr, az a pokolt tető, a csontbrigád. Úgy van. Köszönöm, leléphetnek. De ezredes úr! Leléphetnek! Meg ne szólaljon, Isi! Na hát akkor én itt végeztem. 5 perc, 40 másodperc. Ez azért nem rossz. Köszönöm az együttműködést, kapitány úr. Viszontlátásra!